A Vörössári Magyar Nóta Egyesület november végén dalos találkozót rendezett a Hotel Délibábban. 6 csoport közreműködésével zajlott a színvonalas program. Az ott készült felvételeink következnek. Az esemény főszervezője Szabó Eszter kérdésünkre elmondta, a dalos találkozón mindenki 20 perces műsort adhat a meghívottak közül, nem verseny, a jó hangulat a cél. Hát ez egy területi dalos találkozónak hirdettük meg, olyan apropóból, hogy nótakörök, illetve népdalkörök találkozója. Ez nem verseny, mindenki bemutatja a produkcióját, minden csapattól 20 perces műsort kértünk, és hát végül is 7 fellépő csapat lesz. Burai Róbert és cigányzenekara fogja kísérni a műsort, természetesen lesz olyan népdalkör, aki saját magát fogja mondjuk citerával kísérni, vagy akapella énekelnek. A rendezvény kötetlen szórakozással folytatódik majd. Utána ez egy jól megérdemelt vacsorával, ez természetesen addigra szerintem mindenki jól megéhezik egy 3 órás műsor után, és ezt követően pedig Nagy Zoltán szintetizátor és Drágán Lajos szakszofon játékával fognak szórakoztatni bennünket, és húzzák a talpalávalót, hát hogy aztán meddig, azt nem tudom, de éjszakában nyúlóan fogunk szórakozni. Honnan érkeztek? A megye milyen településeiről a fel? Lépők. Hát sajnos nem mindenki tudott eljönni, akiket meghívtunk. Hajdú Dorogról érkeztek, Kabáról érkezett 2 csapat is, egy pávakör és a nótakör, ezen kívül, mint már említettem, Hajdú Dorog, Vácról érkeztek, tehát azért egy kicsit kikandikáltunk nem csak a megyében. És hát itt a hajdúszoboszlói Derűs Alkonynak a népdalköre, a tánccsoportja, és hát a Vörössári Magyar Nóta Egyesület. A Vörössári Magyar Nóta Egyesület egy sikeres pályázatnak köszönhetően gyönyörű új ruhát varratott. A Vörössári Magyar Nóta Egyesület 11 éve működik, és főleg szólisták képezték eddig a műsort, és most kezdenek kiöregedni. Vannak már jó néhány ember, aki nem úgy énekli már a szólót, tehát nem... Én azt gondoltam, hogy inkább csoportot kellene alkotni ezekből az emberekből, és természetesen mindenki másból, aki úgy gondolja, hogy csoportos énekben részt kíván venni, sőt, már vannak kívülállók, akik közénk csatlakoztak, és egy népdalkört alakítottunk, és nyertünk most a Nemzeti Alaptól pénzt, ruhát csináltattunk a hölgyeknek, és egységes kinézettel fogunk most színpadra állni, és hát... Remélem, már nagyon izgatottan várjuk mi is, mert ez lesz az első, és még így együtt 10 nő, illetve 7 férfi még nem álltunk színpadra, és remélem, hogy jó lesz az összkép is, és természetesen a műsor is. A ruha elkészítője Szarvas Péterné volt. Vácról érkezett a László Imre nótakör. 2005-ben alakult a nótakörünk. A híres énekes és szerző nevét vette fel a családnak az engedélyével. Alakuló ülésen ott volt a unokája László Imrének. Ahogy említettem, nem csak népdalkör, hanem nótak vagyunk, 18 tagunk van, énekelünk népdalt, ótát, rögzöldet, operettet, operát, a zeneirodalomnak nagy részét. Most legutoljára rendezvényünk volt Danko Pista dalaiból, és most készülünk adventi várakozás címmel december 9-én a Váci Művelődési Házban lesz egy estünk. Arra készülünk, ahol advent és karácsonyi énekeket, nem csak magyar jellegűeket, hanem a világ zeneirodalmából, angol, francia,
amerikai filmdaltól kezdve minden lesz ebben. Ez a sora, püspökiek ágya, üres marad, már az nem sokára.